A legpesszimistább szurkolói várakozásokat is alulmúlta a nyírbátori FC eddigi szereplése, a csapat 9 mérkőzése mindössze 3 döntetlent ért el, és ezzel az utolsó helyen áll az NB3 keleti csoportjában. A bátoriak csak 7 gólt lőttek, viszont 29 alkalommal állhattak fel a kapott gól utáni középkezdéshez. Mi sokkal többre számítottunk, bár már előre lehetett tudni, hogy ez a bajnokság, ez más kávéház lesz, mint az elmúlt bajnokság, hiszen 3 feljutó csapat van, és jelenlegi szabályok szerint igencsak kecsegtető az NB2-es szereplés, tehát ezt a 2 vagy 3 feljutó helyre 5-6 csapat nagyon komoly erősítéseket eszközölt, amivel mi anyagiakban nem tudjuk felvenni a versenyt, meg jelenleg nem is célunk az, hogy más osztályba szerepeljünk. A másik oka az, hogy a liga csapatok, akik jelen bajnokságba csatlakoztak ehhez a csoporthoz, ők szintén sokkal erősebb összetételbe szerepeltetik a csapataikat, mivel megszűnt a ligakupa, és így azok a játékosok, akik az NB1-ben nem szerepelnek, azok rendre az NB3-as bajnokságban játszanak. A szezont Kovács János irányításával kezdte a Nyírbátor, majd az 5. fordulót követően ideiglenesen Tóth Tibor ült le a kispadra, aki a legutóbbi forduló után visszatért az ifjúsági csapathoz. Az új trénert már megtalálták a klub vezetői, a szakember neve azonban egyelőre még nem publikus. Már van megállapodás reményeim szerint a csapat jövőbeni edzőjével, de mivel jelenleg is állása van, ezért ezt még nem tudjuk bejelenteni. Attól függ, hogy mikor csatlakozik az egyesületünkhöz, hogy a jelenlegi munkaadójával hogy tud megállapodni. Addig ismét egy ideiglenes edzőnk van, mivel a Tóth Tibor, aki a legutóbbi edzőnk volt, ő az ifjúsági csapatoknál betöltött szerepe miatt és egyéb okok miatt már nem tudja továbbiakba ellátni a feladatát, így a csapat legrutinosabb játékos Ambrusz Árpád látja el a héten az edzői feladatokat. A Nyírbátor a 10. fordulóban a Tája csapatát fogadja. A mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik a Sportutcai pályán.